Kedves Mátyás, neked ezt itt látnod kellene, ide be kéne térned, videózzon. Kár, hogy nincs videó felvétel lehetőséged, mert neked nem jó a felvevőd. De hát, lásd a jó indulatomat, én készítek felvételt. Itt vagyok osztálytársammal, Balogh Sándorral, ő szorgalmasan sörözget, én pedig videózgatok. Kedves egészségünkre! Remélem utolérsz a sörözgetésbe is. Igyekszem. Igyekszem. De igazi eredeti te vagy a házigazda, örülök, hogy ide betévedtem, és ott látom a házameget, a vetítőt. Hát milyen filmeket vetítek? Hát ez egy nagy anturázs az egész. Itt nincsen semmi legendák, itt minden az igazi. Minden szoktunk vetítni, főleg inkább télen. Igen. Mert hamarabb sötétedik, és akkor... Így van. És ez nem is lényeges, hogy milyen film, mert ilyet sehol se látsz, hogy képzeld el egy régi film, mert új filmek ilyen gépre már nincsenek, ég a kandalló, és vetítünk egy filmet, és akkor szoktunk filmet is vetítni, ha ilyen társaság, mert nem mindenkinek tetszik, mondjuk, ha összegyűl egy jó társaság, akkor mutatunk. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen. A városról? Van, magyar nyelven városról is van, Kárpátaljáról is van, valahogy ahogy a magyarok beléptek ide, Kárpátaljára, olyan is van. És jóképpen teljesen mindegy, hogy milyen film. Ez egy anturázs, fantasztikus egy hangulat, mikor képzeld el, mikor olyan régi nosztalgia filmeket mutatunk ide. Ez a lényeg. Hol szerezted be a filmet? Hivatalosan? Hát még születőnő alatt még szoktam megszerezni, és manapság azt hiszem, hogy mindenkinek meg semmit esetek. Ezek a filmek már antikvári, szóval vagy már nincsenek sem. 16 mm-eseket. Igen. Hiszem, hogy ezekhez a gépekhez már nem lehet szeretni. Nekem van ilyen vetítő otthon. Hagy kérdezzem meg, hogy véletlenül azokat a fiúkat, akik Ungváról készítettek a moziba, bementek a moziban, nem ismered őket? Ilyen amatőr videósok. Van. Na, ezzel nagyon jól lehet. El kell menni a szinagógába, a Filharmóniába. Igen. Ott van egy bácsi, elég idős. Nem, az, aki a telefon, állandóan filmezget, és még a templomban is meg ilyen összejött. Igen, úgy hívják, hogy egy pillanat. Valamilyen András. Igen, Bandi. És ő egy fanatikus, igen. És neki minden van. Ismerjük. És egész életére filmezető. Nem vagyok így barátsíti, de ismerem. De én ismerem, és minden, ha nem fogjátok megkérdezni, megmondom, hogy hívják ő. Én tudom, na. hogy hívják, nem jut eszembe. Igen. Én beszéltem vele, ő videózik, és neki van. Én arra lennék kíváncsi, amit körülbelül egy éve, két éve gyerekek, fiatalok bemásztak az ablakon a Moszkva moziba, és a jelenlegi igen, állam. Igen, láttam ezt. De hát ezek kíváncsiak voltak, és szép filmet csináltak. Igen, ezt láttam. Erre lennék kíváncsi. Bemásztak oda, képzeld el. Hogy kik ők? Hát ezt nem tudom pont. De ők fiatalok, tehát persze, a 80-as. Fiatal gyerekek, azt én pedig 70-től filmeztem a városban, fent van a YouTube-on, az én filmeim. Úgyhogy el kell menni hozzá. És ő egy enciklopédia. Ő mindent tud, egész életében filmeket vetített, és neki minden van. Olyan nehezen ad valamit, hogy ez nem igaz. Olyan nehezen kihúzok belőle valamit, hogy ez nem lehet elmondani. És ő már nem tudom hány éves, 82 vagy 85 éves. 76. De lehet több. Nem. De ő, ha benézne a műhelybe otthon, plafonig, minden régi rádió, régi tévé, amit csak lehet, minden ott van. Hát ilyen, ez jó hobbi, különben érdekes. Gyurka, azt a fiatalembert is ismered, vagy társaságot, aki a Kisungról forgatott egy filmet, avval kezdődik, hogy a Margit szigeten ülnek, mostan FMK-nak a helyén, vagy a Mundusnak a helyén, és akkor elkezdik mesélni a Kisungot, arról beszélnek, hogy hol folyik. A Kisungnak a csőbe folyik a Kisung.
Hát, ezeket a fiúkat? Sok mindent láttam, de nem figyeltem oda, mert csak olyan információ. Igen. Szóval ez nem az én hobbim. Igen. És azért nem tudok sokat mondani. Hogy felvételeket átdobtál. Én csak a fiúkra szoktam átdobni. Én is aztán. És sok régi film van, érted? Csak hát én nem az én hobbim. Őt megkérem, hogy emlékeztessen. Köszönöm a beszélgetést. Jó, köszönöm én is.